Szijjártó Péter külügyminiszter nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a vendégmunkások behozatalára azért van szükség, hogy meg tudják védeni a magyar munkahelyeket. Ez egy olyan kijelentés volt, amelyre úgy érezzük, hogy reagálnunk kell, mégpedig határozottan és markánsan, és visszautasítanunk. Ugyanis kérdésként merül fel, hogy mitől magyar az a munkahely, amelyben egyre kevesebb, és hogyha így haladunk tovább, egyetlen magyar sem fog dolgozni. Vagy mit, mitől magyar munkahely a sokadik kínai akkumulátorgyár, amelynek már a felépítését sem magyarok végzik, dolgozni pedig végképp nem ők fognak benne? Vagy mitől nevezhető magyar munkahelynek, illetve magyar érdeknek az a jelenség, hogy a profitot kiviszik az országból, és ehhez a magyar adófizetők pénzéből súlyos milliárdokat ad támogatásként a magyar kormány? Továbbá rá kell mutatnunk egy valóságos paradoxonra, ugyanis a kormány azt kommunikálja, hogy gyakorlatilag elértük a közel teljes foglalkoztatottságot. Tehát alapvetően egy munkaerő hiányos országról beszélhetünk. Hogyha ez így van, tehát munkaerő hiány van, akkor mégis mi értelme van ilyen munkahelyeket létrehozni, olyanokat, amelyek kizárólag a globális nagytőke szolgálatáról szólnak, a kínai kommunista párt vezetőinek, illetve üzleti köreinek érdekét szolgálják. A kérdésben benne foglaltatik a válasz, ugyanis a globális kapitalizmus szolgálata úgy tűnik, hogy előbbre való a magyar kormány számára, mint a magyar munkahelyek és a magyar dolgozók védelme. Ha nincsen magyar munkavállaló, se baj, jöjjön az olcsó ázsiai vendégmunkás. Így működik a globális kapitalizmus, és sajnálatos módon ki lehet jelenteni, hogy ehhez asszisztál a magyar kormány. A mi hazánk szerint viszont nem ilyen új munkahelyekre van szükség, hanem önálló magyar nemzetgazdaságra, feldolgozóiparra, és természetesen azt elismerjük, hogy majd szükség lesz új munkahelyekre, de olyan új munkahelyekre, amelyek csábítóak lesznek a Nyugat-Európában dolgozó több százezer magyar honfitársunk számára, viszont ennek így ebben a formában semmi értelme. A meglévő munkahelyeket kell támogatni, főként a magyar KKV szektort, mégpedig olyan módon, mégpedig egy olyan ösztönző rendszert létrehozva, hogy az kapjon támogatást, aki béreket tud emelni. Tehát a béremelésre kell fókuszálni, nem pedig a kínai akkumulátorgyárak betelepítésére, hogy aztán a mesterségesen generált munkaerő hiányt ázsiai vendégmunkásokkal tudják megoldani. A nyugati nagytőkétől függő függőségünkön túl hazánk kínai gyarmati sorba való taszítása, vagy legalábbis az erre való törekvés semmiféleképpen sem lehet magyar érdek. Szerintünk ez hazaárulás és hiába mond erről mást, hiába tálalja ezt sikerként Szijjártó Péter külügyminiszter úr, mi ezt soha nem fogunk hozzájárulni, ezt soha nem fogjuk ö, helyeselni, ez ellen mindig küzdeni fogunk, mert minket kizárólag a mi hazánk érdekel.